Tulajdonképpen nem vicces ember vagyok, hanem derűs. Egyszer a Kishont Ferenc mondott olyat, hogy látszatra én ilyen komoly ember vagyok, azt mondja, közben belül rászkodok mindig a röhögéstől. Kishont Ferenc, a világhírű magyar humorista volt. Úgyhogy valahol én is itt vagyok, hogy észreveszem a humoros dolgokat, de úgy nem reagálom rá nyíltan. Nálunk a családban mindenki derűs volt. Ja, nagyon érdekes volt, mert a nagypapámnak azt hiszem, hogy öt gyereke volt, hat gyereke volt, abból három olyan vidám volt, hogy állandóan rötyörésztek. A Verus néni, a Nándi bácsi, meg a papám. Másik három halálkomoly volt, úgyhogy lehet, hogy tőlük is valamit örököltem. Az a helyzet, hogy nem tudok senkire haragudni különösebben. Úgyhogy már mondta Balázs Piri, Balázs kollégám, hogy ilyen, ez már betegség, azt mondja. Mert olyannak köszöntem barátságosan, aki meg akar tudom fúrni a rádió újságnak, hogy bevitt rajzot, hogy ő mennyivel jobban rajzol, meg ilyeneket. Hanem inkább távol tartom magam tőlük. Szóval ez az egyetlen reakcióm, nem az, hogy dühösen ott káromkodok, meg ilyesmi. Nem is volt divat káromkodni a családba, hál' Istennek. Hogyha papám állandóan istálóba dolgozott, de érdekes, hogy nem beszélnek csúnyán. De hát olyanok voltak, hogy a Horthy Jenő például, a papámnak volt a idomárja, a Horthy Miklósnak a bátyja, mert huszárkapitány volt és lóimádó, és volt neki istálója, ahol lovakat tartotta. Úgyhogy ő idomította őket. Gróf Pejácsevics, szóval olyan körökben mozogtak a lovászok meg a zsokék, hogy egyszerűen szóba se került, hogy ott ilyen csúnya beszéd, ami szokott egy-egy szakmába. Rájöttem, 30 évig voltam a Ludasnál, és nem volt köztünk semmi, egy rossz szó nem volt 30 év alatt. Mert nem voltunk egymás konkurenciái, rájöttem. Aki az én rajzomat akarta, hozzám jött, aki a Várnai Gyuriét, az a Várnaihoz ment. Szóval ezért volt, nem voltunk konkurensek. Nem akadályoztuk egymást semmiben. Nagyon jó volt a Ludasnál lenni. Mindig az első rajzom a jó. Szóval van, amikor kotorászok a szeméttartóba, hogy kiszedni az első rajzot, mert valami van benne, ami nincs benne a többiben. Innen jön rá az ember, hogy tulajdonképpen ösztönös rajzról vagyok, amit nem dicsőség kimondani a képzőművészet világában. Mert ott kell, hogy az ember előtte lássa, hogy mi lesz egy rajz, gőzöm sincs. Elkezdem a szemeket rajzolni, aztán valami lesz belőle. Bízom a ceruzába tulajdonképpen. Ő tudja. Papírt egyébként imádom. Ha van egy nagy üres papír, akkor sajnálok rá rajzolni. Nem is beszélve, akkor merek csak rajzolni, mikor sok papír van, ha kettő. Tartogattam sokáig ilyen merített kézi papírt, amit kézzel csináltak, hogy majd jobban tudok rajzolni. Végén addig tartogattam, amíg megpenészedett, ki kellett dobni. Szóval a papírnak nagy, ha jó papír van, vagy egy új ceruza, na az a ihlet nekem tulajdonképpen a múzsa, hogyha kapok egy új színest, vagy valami, vagy ha kapok papírokat. Gyerekkor az nagyon meghatározó. Például mindig Dunakesziről álmodom. A álmaimban, ha a helyszín van, az mindig Dunakeszi. Közben olyanokról is álmodok ott, akik nem voltak ottan soha az életben. Majdnem minden. Laktunk fönt a Tündér utcában, arról se álmodok, erről a lakásról se álmodtam még. De Dunakesziről mindig. Érdekes dolog. Ernst Múzeumban volt kiállításunk, hármunknak a Brenner Gyurival meg a Dalossal, és akkor kezdtem el. Egyszer csak a szobrokat kezdtem csinálni, és aztán abba hagytam. Szóval csináltam egy ilyen szériát, azt rájöttem, hogy fél óráig gyúrom, és akkor még mindig egy ilyen massza van belőle, amiből nem tudom, hogy mi legyen. Na most, ha így lerajzolok egy vonalat, akkor rajzolhatok ide hajót, ide rajzolhatok egy halat, bármit két perc alatt, vagy egy perc alatt. Úgyhogy aztán leszoktam erről a agyagozásról, de ez arra készült kiállításra. Egy-két ilyen agyagötletem volt. Figurális karikatúra az igazi.
Az is próbálok virágrajzokban mindig belerajzolni valamit, hogy legyen valami humor benne. Az a titok, hogy mindig rossz riportalany voltam. Szóval, mert nem tudom megfogalmazni tudományosan, hogy mit csinálok. Mi a hatása az emberekre, azt is csak visszahallom, más nem tudom megítélni. Szóval az, hogy ilyen kiállítások, meg ilyesmi, az nekem mindig terhesnek tűnik. Közben azért rajzolok, hogy nézzék az emberek. Szóval érdekes felemás ez az egész, nem? Tulajdonképpen meg akarok mutatkozni, de engem ne nézzenek engem. Hát nézzék a rajzokat. Nem is beszélve Vácon az volt a helyzet, hogy úgy olyan meghívót nyomtattak, hogy a kiállítás megnyitja a polgármesternő és Sajdik Ferenc. Na most oda értem, és azt várták, hogy majd ott fogok valami érdekes dolgokat mesélni. Mondtam a polgármesternőnek mellettem ült, én fel nem megyek fel a színpadra. De hát muszáj, de hát mit tudom én, mi aztán ő tartott egy ilyen megnyitó beszédet, és akkor mondtam, hogy nem megyek. És megkaptam egy mikrofont, és akkor mondtam, hogy itt valami félreértés van, elnézést, én azért rajzolok, hogy ne kelljön beszélnem, és nézzék rajzaint, jó szórakozást kívánok, és ennyi volt. Thank you.